Jó szolgálatdíjat kapott a Nyíregyházi Periféria Egyesület. A civil szervezet a hajléktalanokért végzett szociális munka intézményi kategóriájában vehette át az elismerést. A jó szolgálatdíj célja az, hogy a szociális munkára nem csupán mint szakmára, hanem mint az emberiesség magától értetődő formájára is felhívja a figyelmet. A jó szolgálat díjjal a szociális munka különböző területein dolgozókat ismerik el. A Zwicke Zichy Mária Terézia Alapítvány azokat a szociális területeken tevékenykedő professzionális és önkéntes segítőket kívánja évről évre elismerni, akik áldozatos és példaértékű munkájukkal sokat tesznek a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekért. A Nyíregyházi Periféria Egyesület hajléktalanokkal foglalkozik. A megyeszékhelyen és környékén fedél nélkül élők számára nyújtanak különböző szolgáltatásokat. A szervezet látóterében jelenleg közel 400 hajléktalan van, akiknek elsősorban nemzetközi támogatású programokkal társadalmi beilleszkedésüket is tudják segíteni. Munkahelyet és lakhatást keresnek számukra. Télen krízisellátást biztosítanak, melegételt, italt, takarót adnak. A 22 éve működő szervezet hátrányos helyzetű gyerekekkel és családokkal is foglalkozik, valamint arra törekszik, hogy szolgáltatásaikkal és munkájukkal nem csak segítsék az anyagi szűkösségben élőket, hanem megelőzzék a rászorulók hajléktalanná válását. Dr. Szoboszlai Katalina Periféria Egyesület elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét, mindenek előtt gratulálok ehhez az igen rangos elismeréshez. Köszönjük szépen. És fontos tudni, hogy első alkalommal adták ki ezt a díjat. Milyen céllal alapították ezt, és ki alapította? Zwicke György alapította ezt a díjat. Ebből is már a névből lehet hallani, hogy ez egy magánalapítású díj. 2016-ban alapították a Jó Szolgálat díjat, ami a cselekvés díja, és 2017-ben adták át először. A tavalyi évben jelent meg az interneten az a felhívás, amiben jelöléseket lehetett leadni 5 egyéni kategóriára, 5 intézményi kategóriára, és hát a jelölések közül az alapítványnak a kuratóriuma, és a kuratóriumban pedig országos segélyszervezetek delegáltjai választották ki a díjazottakat. Számunkra nagyon nagy meglepetés volt a díj, azt sem tudtuk, hogy jelöltek minket, és hát nagyon nagy örömmel hallottuk, amikor az alapítvány képviselője fölhívott engem, hogy mi vagyunk az egyik díjazottak hajléktalan ellátás intézményi kategóriában 2017-ben elsőként a Periféria Egyesület kapta meg a Jó Szolgálat díjat. Mi az, amivel kiérdemelték vajon ezt az óriási elismerést? Hát, amit így az indoklásból föl tudok idézni a díjátadóról, ott az hangzott el, hogy az a szociális munka, amit az Egyesületben végzünk, a hajléktalanok segítésében, illetve a gyerekeknek játszóházi és fejlesztő programok megvalósításában, ez példaértékű. És ahogy a felkonferálásban is elhangzott, 22 éve dolgozunk, nyilván ez folyamatos munka és folyamatos fejlődés az Egyesület életében is, a szolgáltatásainkban is, illetve a szociális munkában is, hiszen mindig igyekszünk a tudásunkat is bővíteni, illetve azt az eszköztárat, azt a módszertant, amivel mi dolgozunk. És hát a hírünk az messze túlmutat már Nyíregyházán, hiszen országosan is ismertek vagyunk, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy külföldön is, hiszen mint a Debreceni Egyetem egészségügyi kar szociális munka képzéseinek gyakorlati helye. Ez azt jelenti, hogy nem csak Nyíregyházáról fogadunk hallgatókat, hanem külföldi egyetemek diákjai is rendszeresen jönnek hozzánk, és rövidebb, hosszabb időt töltenek el nálunk gyakorlatban, és megismerik a munkánkat, illetve hát nyilván ők is hozzáadnak valamit ahhoz, amit mi végzünk. Mi az, amit az Egyesület elnökeként a legnagyobb eredményként könyvel el? Most ez nagyon szép ez az elismerés, de a gyakorlati munkában mi az, amit igazán sikerként tud elismerni saját magának? Hát az egyik nyilván az, hogy az Egyesület van, él és működik, és folyamatosan fejlődik. 10 szociális munkás dolgozik az Egyesületben, ők főállásban, és hogy ők
az ő munkavégzésük stabil, biztonságos, folyamatos. Azt gondolom, hogy ez egy részben egy egzisztenciális kérdés, másrésztről meg nyilván egy szakmai kérdés is, hogy sikerül megtartani és sikerül bővíteni. Aztán nyilván mindazokért, akikért dolgozunk, hogyha az ő életükben látjuk a változást, ha látjuk azt, hogy el tudnak mozdulni, ki tudnak mozdulni arról a pontról, amiben jelenleg az ő szociális helyzetük van, és hát ezek elég nehéz szociális helyzetek, akár utcai körülmények között lévő hajléktalanok, akár nagyon szegény sorban élő gyerekek tekintetében, tehát hogyha látjuk az elmozdulásokat, és ezekben mi részt tudtunk venni, és hozzá tudtunk adni, és szakmailag tudtunk változást elérni, na itt vannak a sikerek. Ez körülbelül hány százalékban jellemző, mondjuk a hajléktalan ellátásban? Azt gondolom, az is óriási eredmény, ha egyáltalán megóvják a hajléktalant attól, hogy sérülés érje, vagy egyáltalán szinten tartsa magát, de az, hogyha sikerül visszaintegrálni valakit akár a munkavilágába, vagy lakáshoz juttatni, ez milyen arányban tud megvalósulni? Igen, valóban ott kezdődik, hogy a hajléktalanok segítésében, főleg a rendkívüli időjárási helyzetekben, és ez úgy igaz a mínusz 5 fok alatti hidegre, mint a plusz 27 fok feletti meleg időre, gyakorlatilag életmentés zajlik. Tehát egyik oldalon, hogy ne hűljön ki, ne fagyjon meg, és legyen hol fedett helyen tartózkodnia, és éjszakákat eltöltenie. Másik oldalról pedig, hogy ne száradjon ki, és a melegnek a káros egészségügyi következményeit igyekezzünk megelőzni. Valóban itt kezdődik az életmentésnél, és ez mindig egy ilyen fokozott jelenlétet, szakmai munkát, segítő munkát jelent. És hát nyilván a további lépések pedig arról szólnak, hogy akiknél föl lehető egy olyan fajta motiváció, hogy maguk is szeretnének változtatni a saját helyzetükön, hogy szeretnének ebből tovább lépni, hogy szeretnének mondjuk egy lakhatásba bekerülni, vagy jövedelmet szerezni, vagy a meglévő mellé még kiegészítő jövedelmeket, és úgy fönntartani egy lakhatást. Azoknak igyekszünk olyan segítő munkát, szociális munkát adni, amivel mindez megvalósítható, de ez csak velük együtt megy. És több éve vannak már nekünk, főleg pályázati támogatásból lakhatási programjaink, aztán olyan programok, amiben lakhatás mellé képzést is tudunk tenni, jövedelemszerző tevékenységet is tudunk mellé tenni, és ilyenkor mindig, ha néhány ember végig tud menni ezen a folyamaton, sőt, benne is tud maradni mondjuk a lakhatásba, tehát már a támogatást időszakot követően is, és gyakorlatilag stabilizálódik az ő helyzete. Azt gondolom, hogy ott vannak a sikerek, és hát ez persze ilyen néhány főben határozható meg, mert hogy azért ezt be kell látni, hogy a hajléktalan élet az nagyon megviseli az embereket, mind fizikailag, egészségileg és mentálisan is. És nem mindenkinek van elsőlegesen arra szüksége, hogy azonnal lakhatásba tudjon menni. Van, akiknél rövidebb, hosszabb idejű kórházi kezelésre, egészségügyi ellátásra, és folyamatos szociális munkára, segítő munkára van szükség ahhoz, hogy egyáltalán el tudjanak mozdulni a helyzetükből még odáig is, hogy egy szállásnyújtó intézménybe kerüljenek. Vannak önkéntesek? Mennyire könnyű vagy nehéz bevonni? Igen, vannak önkéntesek, bár mi mindig szeretnénk még többet, és folyamatosan nyitottak vagyunk arra, ezt szoktuk a honlapunkon is jelezni, vagy Facebookon is, hogy keresünk önkénteseket akár a hajléktalanokkal való segítő munkára, akár a gyerekekkel való programok megvalósítására. Én úgy látom, hogy ez elsődlegesen nyilván ugye a képzésbe járó szociális munkás, leendő szociális munkások jönnek, viszont fiatalokat is érintett már meg az, hogy ők is szeretnének segíteni, és jelentkeznek nálunk, hosszabb, rövidebb időt eltöltenek, és én szívesen ajánlom magunkat minden korosztálynak, azt kell, hogy mondjam. És azt gondolom, hogy ez legalább munkára. Olyan fontos feladat az önkéntes munkába bevonni fiatalokat, mint a konkrét feladat, amit valóban, végez a Perifériai Egyesület. Valóban, már csak azért is, mert hogy én magam 22 éve önkéntes vagyok az Egyesületben.
De hát ez nyilván egy sajátos történetem, de talán arra mindenki, mindenképpen jó, hogy valamiféle példát jelentsen másoknak, akik szeretnének valami jót tenni, valami jót cselekedni, hogy önkéntes munkát vállaljanak, és ha ezt nálunk teszik meg, annak meg különösen örülünk. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és még egyszer gratulálunk ehhez az elismeréshez a Periféria Egyesületnek.